Az épületeket nézve egy elmés megoldásnak köszönhetően a lakókkal is megismerkedhetünk a képek között sétálva. A kiállítás helyhiányában nem tárja a látogató elé a múzeum teljes fotóarchívumát, de kiválóan szemlélteti a paraszti élet hangulatát és kihívásait. A paraszti életnek rendje volt. Mindennek helye volt, és mindennek szerepe volt. Nem voltak igazából sallangok. Ugyanúgy meg tudták ülni az ünnepeket, mint ahogy tudták, hogy a hétköznapokban mi az, ami fontos. És ez nem volt se, úgymond a mai szóval túltolva, hanem egyszerűen amire szükség volt, annak meg volt a helye, és meg volt a rendje is. És azért mondom, a paraszti tudásnak talán ez a legfontosabb értéke, hogy értékén és helyén kezelték a dolgokat, nem tulajdonítottak semminek túlzott jelentőséget, de amire szükség volt, annak meg volt a helye és meg volt a szerepe, akár a család életében, akár a közösség életében is, és ezt a tudást ezért mondom, hogy nagyon fontos lenne nekünk őrizni és átadni, mert sokszor a mai világban egy kicsit eltolódnak már a dolgok a jelentéktelen felé, és jó lenne odafigyelni arra is, ami fontos. A képek az 1960-as évektől kezdve folyamatosan készültek. Nem csak lakóházakat, gazdasági épületeket, kapukat örökítettek meg, hanem mindent, ami néprajzi szempontból fontossággal bírt. A képeken látható házak már többnyire nem fellelhetőek. A legkorábbi időszakban a patics fal volt itt az a fajta technika, illetve az az alapanyag, lényegében, amelyik a házaknak a falazatát adta. Tehát a paticsról annyit kell tudni, hogy ez tulajdonképpen egy sövény fonatos ház, egy falazat, amit ugye betapasztottak sárral. Ennek volt egy olyan előnye, hogy a területünkön rendszeresen előforduló árvizek kimosták ugye magát a földet, a sarat, és utána ezt újra lehetett tapasztani, tehát maga a váz az megmaradt, és a későbbi időszak az 1800-as évek második felétől, a század végétől már mindenképpen a vályog volt a legfontosabb építőanyag. Na most ezzel viszont tulajdonképpen szembesülni kellett azzal a lakóknak, a házépítőknek, hogy ezt viszont vitte a víz. A kiállítást Pál István etnográfus nyitotta meg, aki beavatta a látogatókat a Sóstói Múzeumfalu egykori munkálatainak pillanataiba is. Ha a beregi népépítkezést tekintjük, annak a gyökere jóval korábbra nyúlik vissza, és jóval tovább megmarad, mint az ország más területén, hiszen itt az országnak a Trianon utáni elszakított részeivel kapcsolata megszűnt, tehát egy új viszonylatrendszert kellett kialakítaniuk, és az emberek úgy is lehet mondani, hogy elszegényedtek. Tehát az ország belsejéből, az ország peremére került ez a vidék, és éppen ez a folklórban is megmaradt, hogy tovább fennmaradtak azok az alkalmak, azok a közös munkák, azok a kalákák, azok a mesélések, amelyek megőrizték a szóbeli hagyományokat. A Beregi Múzeumban még jó ideig várják a népi építészet kedvelőit a kiállítás megtekintésére.